az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. És mint fánsenő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Kosztolányi Dezső halotti beszéd című versének pársora arról szól, hogy minden ember egyén, különbözik a másiktól. Mert különbözőképpen gondolkodunk, máshogy működik az agyunk. Dr. Vizier Szilveszter előadásából megtudhatja, miért van ez így. Hölgyeim és Uraim, Kedves barátaim, kedves televízió nézők, miről is szeretnék beszélni itt ma? Hát, agykutató vagyok, az agyra ható gyógyszereknek az ismerője, az oktatója, és azt tudnunk kell, hogy az emberi agy tulajdonképpen a letéteményese annak, hogy egyének vagyunk. A genetika ad egy infrastruktúrát. A szülőktől öröklik a gyerekek az infrastruktúrát. A hardvert. De a szoftvert, hogy az hogyan működik az az ideghálózat, ami az emberi agyban van, az attól függ, hogy a nevelkedés során, de már az intrauterin életben is, milyen külvilági impulzusok érik. Tehát szükség van a nevelésre, mert ez tölti fel azokkal az emlékképekkel, amelyek aztán egész életében az egyént tulajdonképpen elkísérik. Cogito ergo sum mondta Descartes, tehát gondolkodom, tehát vagyok. És itt jelenik meg először az énnek a fogalma, hogy az én, az egyén attól függ, hogy mi van itt belül. Azt szabja meg, az korlátozza és tágítja tulajdonképpen a tevékenységét. Az aténi iskola, nagyon sok tudós van rajta, de két főszereplő, Pláton, aki az égre mutat, és Aristoteles, aki a földre mutat. Miről beszélnek? Miről szólnak a könyvek? Az egyik könyv címe, hogy Etika. Tehát igenis... Hihetetlenül fontos szerepet játszik a tudomány alkalmazása során az etika. Tessék megnézni, Jézus születése után, Arisztoteles után, majd 400 évvel. Galilei az, aki tulajdonképpen elindítja azt a gondolkodást, hogy kísérletezni kell. Mert addig mit mondott Pláton és Arisztoteles, Szokrátesz és a többi filozófus, hogy gondolatilag meg tudom oldani a világ titkait? Nem, mondta Galilei, ehhez kísérlet kell. Centágóta János, akitől nem csak az anatómiát tanultam meg, nem csak az idegrendszert tanultam meg, hanem azt a gondolatot, amit azóta is magammal viszek, hogy veritatis diakónia, a tudós feladata az igazság keresése. Kísérti valamennyi tudóst. És hagyd mondjam meg, az, hogy az etika, amely talán a görögök, a rómaiak óta ha lineárisan fejlődött, én itt most nagyon jó indulatú vagyok, de a tudomány, Newton, Einstein után az utolsó évszázadban, a 20. évszázadban exponenciálisan fejlődött. Az etika nem. És szétnyílt az olló. Mi az etika? Egymáshoz való viszonyunk. Vagy a világhoz való viszonyunk. A technika eszközeivel hogyan bánunk. És itt van óriási lemaradás a világban. A 19. század tulajdonképpen a mechanika évszázada volt, a 20. század a fizika és a gyermekek évszázada volt. Azért a fizikái, ahol nagyon, de nagyon sok magyar tudós nagyon fontos szerepet játszott. 21. század már a biológia és az orvostudomány százada lett. Kérem, nem tudom, hogy tudják-e, kedves hallgatóim és nézőim, 1940-ben még 41 néhány év volt az átlagos életkor. Ma az átlagos életkor, bár Magyarországon még mindig nagyon alacsony, 73,4 év. Tehát óriási a fejlődés. De a 21. század már a terápia évszázada lesz. A 20. század a diagnosztika évszázada volt. És az öregek évszázada lesz. Éppen azért, mert megnő az átlagos életkor, természetesen magával hozza azokat a gazdasági problémákat, amely mondjuk a nyugdíjrendszer fenntartása okoz. A Magyarország, ugye említettem, hogy a fizikai évszázadában milyen nagy volt a magyar tudósok hozzájárulása. De nézzük meg, mi van napjainkban. Itt azt lehet látni, hogy a GDP szempontjából, tehát a nemzeti jövedelem szempontjából, hogyan részesedik Magyarország. Tessék megnézni, hogy 0,15%-a a magyar nemzeti ösztermék a világ ösztermékének. A publikáció számban viszont fél százalék, tehát több mint háromszor több, és háromszor annyi az idézettségben. Tehát a magyar tudósok jól teljesítenek. És ez azt jelenti, hogy a magyar tudomány egy olyan évszázadban, ahol minden, de mindennek az értékét a hozzáadott szellemi tőke adja meg. Felértékelődött az, ami itt van bent, a koponyacsontunkban. csontunkban. Felértékelődött. Tehát a szürke állomány évszázada is, a 21. évszázad. És lesék megnézni, hogy Magyarország helye a tudományos világban, nem egy helyen idegtudomány, kilencedik helyen vagyunk. Elméleti fizikában tizedik helyen vagyunk. Élettudományban, klinikai orvostudományban tizenötödik. Tehát nagyon jelentős a szerepünk a világban. De ha azt nézik, hogy a high-tech szempontjából, tehát az a tudás, ahova nagyon sok szellemi tőke van, Magyarország hogy áll a nemzetközi felmérések szerint, igen előkelő helyen vannunk a világban. Tehát valahol van, amit értékelnek belünk. Hogyan is működik az agy? vajon ez a 200 milliárd idegsejt, ami az agyunkban, 100 milliárd idegsejt, ami az agyunkban van, vajon hogyan működik, hogyan tudja elraktározni azt, amit akár néhány éves korunkban a környezetünktől nem is tudatosan, de magunkba szedünk. Nem véletlen, hogy mindig hangsúlyozni szoktam, a nevelésnek az a rendkívül fontos dolga, hogy bizonyos külvilági ingerekre milyen választ ad a kisgyerek. Aki ellesi, hogy a szülei, a testvére, az óvodatársa milyen választad, ezt megtanulja, és ez a viselkedési forma semmi más kérem, mint maga az erkölcs. Tehát ezért rendkívül fontos. De ez mind valahol itt raktározódik el. Itéletalkotás, mozgás, érzékelés, látás, boldogságközpont, memóriaközpont. Ezek mind olyan központok, amelyek új szerepet játszanak. Az emberi agyma minden idegsejthez körülbelül ezer másik idegsejt csatlakozik szinapszissal, szorosan, ezért Nobel-díjat adtak, és ez a szoros kapcsolódásban egy kémia anyag az, amely tulajdonképpen közvetíti az idegingerületet. Elektromos idegingerület után jön, kérem szépen itt fut egy elektromos ingerület, majd egy kémia anyag felszabadul, és a szinapszisban a másik idegsejtet ingerli, és tovább szalad egy elektromos áram. Tehát elektromos áram kémiai anyag. Elektromos áram kémiai anyag. Na hol lehet befolyásolni ezt? Itt, a szinapszisban. Vagy itt, hogy hogy ne, ne keletkezzen elektromos áram. Tehát befolyásolni lehet az idegsejtek működését. Óriási probléma volt, hogy vajon ez az ideghálózat, ez egyetlen, egy összefüggő valami, vagy önálló idegsejtek vannak. Tessék megnézni egy elektromikroszkópos képet, lehet látni, hogy itt van az a rés, ami a vezikulákat, holyagocskákat tartalmazó végkészülék, és az őt fogadó másik idegsejt között van. Itt a szabadul föl ebben a keskeny 10-20 nanométer, nanométer résben a kémi anyag, és befolyásolja az utána következő idegsejtet, hogy elektromos, akciós potenciált generál. Tehát áttevődik innét oda. És ez a szinapszis. Kérem, ebben Szent Ágóta Jánosnak is óriási szerepe volt, Ramonika Hála, aki Nobel-díjat kapott, mert azt mondta, hogy ezek nincsenek egymással olyan kapcsolatban, hogy össze, nem hogy összeérnek, hanem egymásba átnőnek, nem, mondta ezek önálló egységek. Szent Ágota János azt a kisetet csináltam -e meg, hogy átvágta ezt, ezt az ideget, ami ide befut. És akkor ez degenerálódott. És hiába ingerelték, már nem volt ott a másikon. Tehát ezzel bizonyította, hogy önálló, mert ez nem degenerálódott. Tehát két különböző idegsejt. Ez az ő érdeme volt egész fiatal korában, ezeket a kísérleteket végezte. És ha megtetszenek nézni, amit én, amikor Oxfordban voltam, csináltam kísérleteket, hogy megingereltem az egyik ideghálózatot, és a másik ideghálózatból a kémia anyag felszívását gátolta. És amikor közölni akartam a cikket, akkor közölték a referik, ugye mert nálunk szigor referik, hogy ez nem lehet igaz, mert nincs köztes szinaptikus kapcsolat. Tehát nincsenek szorosan egymásba. És akkor én azt írtam le a válaszba, hogy lehet, hogy nincs, akkor ez nem szinaptikusan, akkor nagy távolságot kell átúszni a kémia anyagnak. Hosszú-hosszú évek teltek el, legjobb labban tudtam közölni a, ezeket a dolgokat annak idején, hogy végül általánosan elfogadtam ma már, az idegtudományoknak valamennyi képviselője, hogy miről van szó. Tessék megnézni, az egyik idegsejtből felszabadul anyag. Felszabadul anyag, és itt van egy receptor, egy jelfogó, egy másikból átúszik nagyon messziről, és meggátolja innét a felszabadulást. Tessék megnézni. Tehát mi történik? Az emberi agyban vannak nem csak szinaptikus kapcsolatok, hanem vannak kapcsolatok, ami hihetetlen nagy távolságból van. És ez tartósan egy magas szintet hoz létre, és ezáltal tartósan tást. Tehát például a depressziónak a magyarázata, vagy akár a hosszantartó rosszulétnek, vagy hosszantartó egyéb állapotnak ez lehet a magyarázata. Mert a szinapszisban van a kapcsolat, az milliszekundum alatt lezajlik. Ez viszont tartósan, állandóan ott van, ez a kémiai anyag, és kifejti a gátló vagy izgató hatását attól függően. Tessék megnézni, emberi agy ból fluorescens technikával, ez noradrenerg, amely mindegy rózsafüzér. Itt vannak ezek a hólyagocskák, amely tele van kémiai anyaggal. De nem, nem szinaptizál, nem okoz szoros kapcsolatot, hanem csak elönti az agykérget, vagy elönti a limbikus központot, különböző idegpályákat, ezáltal tartósan, ha innét fölszabadul ez az anyag, ezekből a hólyagocskákból akkor a felszabaduló kémia anyag jelfogókon keresztül ez a receptor kifejti hatását. Na Ezeken a receptorokon, illetőleg ezeket az anyagokat felvevő transportereknek hívjuk, ,nak a gátlásán keresztül lehet kifejteni gyógyszeres hatást. Itt a szinapszis van, ugye 10-20 nanométer, felszabadul a kémia anyag óriási mennyiségben, itt alacsony érzékenységű jelfogók vannak. De ha ő kiszabadul innét, vagy, vagy, nem szinapszisban, nem szoros kötődésből szabadul föl, akkor magas érzékenységű receptorok és transporterek vannak. És azt írtuk le, hogy a gyógyszereknek a hatása tulajdonképpen ezeken a receptorokon és ezeken a transportereken van, nem pedig itt benne a szinapszisban. Na ez aztán kellő turbulenciát okozott, de mindettől függetlenül ma már elfogadják ezt az elméletet, és egy új típusú gyógyszerfejlesztés indult meg, hogy magas érzékenységű receptorok és transporterekre ható gyógyszereket kell felfedezni. Hogyan is lehet tulajdonképpen elképzelni ezt az egész nem szinaptikus rendszert? Hogyan lehet, milyen jellegű a hatása, amikor távolról szabadul föl a kémiai anyag? Hogyan lehet elmagyarázni? A, a, szinaptikus, amikor fölhívok valakit telefonon, egy az egybe beszélek vele, ez amikor a szinapszis egy neuronból egy neuron a küld információt. A nem szinaptikus az olyan, mint amikor egy helyről fölszaborul egy a kémia anyag, messzire elmegy, és a jelfogókon, azokon a neuronokon, idegsejteken hat, amelyeken van jelfogó. Egy adás és millió és millió jelfogó segítségével millió és millió hallgató tudja hallgatni. Ez az, amit én gondoltam, hogy ez működik és létezik az agyban. Na milyen jelentősége van? Mert tulajdonképpen ez a rendszer egy analóg rendszer. Egy tartós hatást fejt ki, amivel nagyon sok megbetegedés, most központi idegrendszeri megbetegedést, vagy akár perifériás megbetegedést lehet megmagyarázni. Ezeknek a működése az ontogenezis során mindenkinél más és más. Másképp alakul ki. És amit említettem, hogy mindannyian különbözőképpen gondolkodunk, akkor ez lehet az egyik oka. És mindannyian különbözőképpen, még ha akkor is, ha egypetéjű ikrek vagyunk, más külvilági impulzusok érik, és ennek a két rendszernek a segítségével másféle impulzusok tárolódnak. Másféle emlékkép marad meg benne. Tehát nincs két egyformán gondolkodó ember. Én ha önöket kérem, hogy álljanak fel, képesek valamennyien fölállni. De egyformán gondolkodni nem. Mindannyian másképp és másképp fogják föl azt, amiről én beszélek. Hozzá csatolva a múltban elraktározott emlékképeket és érzelmeket. Tehát arról van szó, hogy igenis megvan az a neurobiológia alap, ami alapján mi másképp gondolkodunk. Például a depresszióban hatékony gyógyszerrel, ha meggátoljuk, hogy az egyik helyre föl tudja venni a noradrenerg rendszert, akkor a másikhoz képes fölvenni. Tehát egy promiszkuitás van, tehát pótolni tudja az egyikféle ideghálózat a másiknak a működését. Tehát nem, nem egyszer sztrók után, kis sztrók után, teljesen regenerálódik minden helyre áll, Mert át tudja venni az idegrendszert. És ma már arra is van bizonyíték, New Yorkban bebizonyították, hogy újabb és újabb idegsejtek keletkeznek. Egy esetben, ha használjuk a fejünket, ha gondolkodunk, ha olvasunk, ha nézünk, immunrendszer. Hozzám jött egy bulgár PhD hallgató, dr. Elenkov, akivel ezeket leközöltük. A fizikai és emocionális, vagy bármilyen beszéd által ért inger végigfut, és tulajdonképpen egy nem szinaptikus kapcsolat az ö, agyban, és nem szinaptikus kapcsolat a mellékvesekérekben, olyan mértékben szabadít föl glükokortikoidot, hogy az visszahatva befolyással rendelkezik. Ugyanez igaz a periférián is, ahol a rendszer nem szinaptikusan befolyásolni tudja a citokineknek a Felszabadulását. Tehát az immunrendszerünk is tulajdonképpen ilyen rendszerrel befolyásolható. Ezért nem kell csodálkozni, és az nem csoda, hogy valaki bizonyos súlyos betegségből meggyógyul, mert meg akar gyógyulni, itt van a bizonyíték. Tehát egész egyszerűen az, az immunitásnak, az immunológiai betegségnek óriási szerepe van, Például abban, hogy meggyógyulhatunk bizonyos rosszindulatú betegségek, rosszindulatú daganatokból is. Ezek nem csodák, léteznek. Engedjék meg, hogy a legutóbbi néhány évnek, két-három évnek a technológiáját, és amivel én most eltöltöm időmet, két foton pásztázó mikroszkóp segítségével lehetséges, hogy például a piramisban, a strátum-radiátumban lévő gabaerg interneuronnak a axonális részét, kinagyítva, ezek azok a butonok, ezek azok az a hólyagocskák, amiben a kémia ingerület átvívő anyag van, amely részben nem szinaptikusan szabadul föl, erre mi képesek vagyunk ezt ö, a benne lévő kalciumot megnézni. Tessék megnézni, ezek azok a kis hólyagocskák, itt van a strátum radiátumban, itt a strátum piramidálaiban egy gaba R, tehát gamma aminó vajsabbal működő idegsejtnek a sejteste, és illetőleg a axonális vége, és különböző frekvenciával tüzelnek ezek a sejtek, megvan a maga oka, hogy miért. Nagyon fontos szerepet játszik például a memóriatárolásban, nagyon fontos szerepet játszik a, a, a Parkinson-korban, Alzheimer-korban lévő elbutulásban, illetőleg a sizofréniában. Ez az interneuron, amelyből gaba szabadul föl, gamma aminovajsav szabadul föl, itt kap beidegzést, ahol a glutaminsav ingerli, akciós potenciál végigfut, és innét egy másik ingerlet gátló anyag szabadul föl, amely most már a piramis sejtnek a tüzelését meg tudja fogni. Ha ez valami oknál fogra, például a schizofréniában ez kevesebb szabadul föl, akkor itt olyan tüzelés jön létre, amely a sizofrénia tüneteit elsősorban a memóriatárolás és a memóriát zavarja. Kérem, a másik dolog, amit itt szeretnék mutatni, hogy ezzel a technikával mi ki tudtok mutatni, hogy a morfin gátolja a piramis sejtekhez futó gátló neuronnak a működését. Tessék, megnézni pirossal, amikor morfin származékot kapott, és itt a kontrollja. Rengeteg központ van, de van egy központ, ami rendkívül fontos számunkra, és ez a Boldogság Központ. Ez a Boldogság Központ, amely tulajdonképpen valahol a Nucleus accumbens, környékén van, nem tudom másképp. És a ventral tegmentál árjából futnak oda különböző ideghálózatok, és ez a két központ nagyon fontos szerepet játszik a boldogságnak a létrejöttében. Hogyan? Tessék megnézni egy kísérleteinket. Extazival, ez egy ugye a fiatalok által kedvelt kábítószer, mit csinál? A nucleus accumbensben itt van dopamin felszabadulás ingerlésre, megingereljük az ideghálózatot, felszabadul, és az extazira hatalmas mértékben hosszan tartan dopamin szabadul föl. Na, ha ebben a központban, a boldogság központban dopamin szabadul föl, akkor tényleg van egy kielégültségérzés, egy kellemes közérzet. Tehát ez az oka annak, hogy a fiatalok ehhez nyúlnak. De el fogom mondani, hogy miért káros ez. Tessék megnézni, Boldogság hormon, dopamin felszabadulás. Innét az acykérekből jön, vagy akár a táplálkozás tudja ezt a központot izgatni, és ez eljut ezen a pályán keresztül és dopamin szabadul föl. Vagy a fajfenntartás, a szexuális aktivitás szintén idefut be és dopamin szabadít fel. Vagy a, a, a táplálkozás szintén idefut be az inger és dopamin szabadít fel. Tehát az emberiségnek két legfontosabb az embernek két legfontosabb. A fajfenntartás, ez a szexuális, és a létfenntartásnak van egy elemi biológiai pályája. És ez kellemes érzéssel uh, tölti el, mert dopamin szabadul föl. De hogyha jó szót kap, ha megdicsérik, ezen a pályán befut, és uh, tulajdonképpen uh, uh, ő úgy érzi, hogy boldog. Mi a az opiumnak az Itt van egy gátló mechanizmus. Az opium ennek a mechanizmusát befolyásolja a morfin is, az alkohol is, a heroin is, és befolyásolja az egészet. Az extazi innét szabadít föl a kokain meggátolja, hogy visszavetődjön a dopamin, tehát kívül nagyobb koncentrációban van. A nikotinnak is csak lényegesen gyengébb ilyen hatása. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy lehet mesterségesen előidézni. Na, mi a különbség a kettő közt? Az egyik egy sportteljesítményben egy boldogságérzés jelesre felel, megdicsérik, boldogságérzés, ez elraktározódik az agykérgünkbe. Akkor, amikor kábító, opiumot vagy morfimot szedek, akkor itt ezt meggátolja, és nincs agykérekből befutó pálya, nincs emlékkép, csak dopamin felszabadulás egy rövid időre, jól érzi magát. Ez a kettő közt a különbség. Az egyiknek van szociológiaig is mérhető tartós boldogságérzés lehetősége, a másiknál nincs meg. Ugyanakkor súlyosan károsítja ezeket az idegpályákat, ezek az anyagok. Én azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy a boldogságérzés neurobiológiája, vagy ugyanaz a bizalom neurobiológiája, a pozitív élmény a siker, az ötös osztályzat, a dicséret a szülőtől, a győzelem, vagy akár a haszonnak a megszerzése. Ez boldogság érzéssel tölt el, mert teljesítmény van mögötte, dopamin szabadul fel a boldogság központból, és emlékképeink vannak, pozitív emlékképeink vannak. És magától értetődően ennek a neurobió háttere az, hogy a limbikus rendszerben dopamin szabadul föl. Azonban, ha bizalomvesztés van a társadalomban, a szülő és a gyermek közt a kapcsolat megromlik, akkor a a bizalomvesztés eredménye egészségromlás lehet, és fordulhat a kábítószer fele. Tehát hihetetlen fontos, hogy az ember és ember közötti kapcsolatokban megmaradjon az, ami rendkívül fontos, vagy ami az új szövetségben volt új, a szeretetnek a motivuma. Ez egy rendkívül fontos az ember életében, mert ez pozitív emlékképeket, és a boldogság központban pedig olyan neurobiológiai válaszokat hoz létre, amiért úgy érzi, hogy elégedett, hogy jól érzi magát. És azt hiszem, hogy ha fölteszik azt a kérdést, hogy Kvovádisz Magyarország, merre tovább 21. századi Magyarország, Ma már, és ez meggyőződésem is vallom, hogy a nemzetek rangsorát az dönti el, hogy milyen mennyiségben rendelkeznek kiművelt emberfőnek. És ezért kell Magyarországnak ebben élen járni. Köszönöm szépen.